Az idei egyik újdonság, hogy az eddigi 10 évhez képest most már a 8 éves autókat is le lehet cserélni. Szintén változás, hogy a jármű tulajdonosának elég a gépjármű gyártóknál, importőröknél jelentkeznie, valamint az is új, hogy az értékjegyek ezúttal elektronikusak. A programot lebonyolító környezetvédelmi alap a március 24-e és 31-e közötti időszakban 87 márka kereskedőt vett fel a rendszerbe, ez megközelítőleg 230 munkapontot jelent az ország egész területén. Korodi Attila környezetvédelmi miniszter elmondta, a gépjárműpark felújítását célzó programra 17 ezer elektronikus értékjegyet készítettek elő, ami azt jelenti, hogy ezek elfogynak, 17 ezer régi autót helyettesítenek majd új járművekkel. Bárki, aki részt szeretne venni a roncsolt a programba, elmehet az autókereskedésekbe, és bemutathatja a régi autójának a dokumentumait, valamint azt is eldöntheti, hogy szeretné akkor új autót vásárolni, és hogyha ez megtörtént, ez a két dolog, van egy egyértelmű döntése, valamint a régi autó papírjai érvényesek, akkor ezekkel beiratkozhat a roncsautó programba. Én azt gondolom, hogy mivel nincs megyei leosztás, hanem országos adatbázisból elektronikus jegyeket kaphatnak az érdeklődők, ezért nem lesz tolongás, kiegyensúlyozott lesz, és tényleg azokhoz fog eljutni ez a program, akik autót szeretnének becserélni. Természetesen meg van engedve, hogy a roncsautó értékjegyet felhasználhassák egy másik személy javára is, de ez már a program beiratkozása akkor pontosan ki kell derüljünk, hogy ki az, és utána a roncsautó programban a vásárló neve fog végigmenni. A programra szánt keretösszeg 119 ezer lej, egy elektronikus húsér értéke 6500 lej. Azok, akik környezetbarát gépkocsit vásárolnak, például hibrid fajtát, vagy olyat, amelyik teljesíti az Euró 6-os normát, vagy amelynek 100 kilométeren a szén-dioxid kibocsátása kisebb, mint 100 g, 500 lejes bónuszban részesülnek. Bővebb információkat a programról az AFEME honlapján találnak.